És Duke Nukem. Igen, köszi, köszi Nikolett, köszi, pont most jutott eszembe nekem, és egyre gondoltunk. Nincsen teljesen kitöltve, mert itt még a közös streamek még mindig nincsenek benne. Úgyhogy majd, és 27-e után nincs is a szemben beírva semmi, de majd még azt majd kitalálom. Meg a vasárnapi Harry Potter nem 100%-os srácok, mert még meg kéne tudnom csinálni, hogy elinduljon. Úgyhogy az még nem 100%. Azt mondja, hogy mit akartam? Ja, elindítani a játékot. Oké. Akkor Duke Nukem. Bidibing! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ba-ra-pa, ba-ra-pa, ba-ra-pa. Pillanat, mindjárt adok képet. Hú, rossz, várjál, valami rossz felbontásnak. Kéne próbálni, hogy nem csíkozódik ez a szar. Jó. Ott is van. Egy játékos, betöltés, és itt tartottunk ennél a gyönyörű mentési helynél. Akkor úgy látom, hogy nem csíkozódik, jó? Fú, mi az EG irányítás? Miért ilyen lassú, bassz meg? Úristen, itt valami elállítódott. Irányítás, egérbeállítás, érzékenység. Hú, geszett, várj. Kurva lassú, hogy mi a fasz? Irányítás. Nem nagyon szaggat. Várj, van csíkozódás? Hogy mire gondolsz? Nincs? Oké. Okay. Szuper. Ez az! Ez az! Várj, ezen elgéren... Tudom, várj, hogy a passzomba kell DPI-t állítani ezen? Azt a mevágomba. Huhú! Oké. Várj, mert így most meg már sok lett. Jó, így talán jó lesz. Ott van fönt ez a mocskos disznó. Halljál már meg! Oké. Okay. Köszi. Onnan nem fog elveszni, az biztos. Mindjárt jó lesz egérbeállítás, srácok, mindjárt ráérzek. Így. Fú, ezeket... Hú, azt a kurva, ott van Tomb Raider, Lara Croft! Az meg, ez mit csinálnak Lara-val, baszki? Pervers disznók! Na gyertek! Szia Lara, hello, szia! Oda nézd, milyen easter egg-ek vannak ebben a játékban. A francba! Ez az! Sélet! Nekem még mindig nem sokkul ez egész rányítás, baszd meg! Nekem mindig lassú. De kell egy kék kékkárt. Várj, hogyan volt itt a titkos? Ha ez kellett. Hm.
Mi a fasz történt? Melyikkel között itt? E betű, nem? Itt a E betű a internet, mert itt van ugrás, mindig elfelejtem. Ugye a Doom után, amikor Duke Nukem osztam, akkor ez picit fura volt. Nagypapa vár rátok! Azt jól elrántottam. Itt van a Night View. Na, úristen, mik ezek? Mi ez a porszívóban? Ártudító támad. Már nagyon fura így a sensitivity, nem tudom mi a fasz. Mert eddig 144 Hz-re volt rakva a fölbontás, és úgy szaggatott a kép. Most visszaraktam 60-ra, itt még olyan fura a szenzi. Raketa. Mit csináltam? Szétkúrtam a izét? Itt a házat. Úristen, malac! Malacka. Na, adrenalin fullos vagyok. Itt van googolás is. Hol van? Hoho, titkos fal, oda nézzé! Maxos élet. Köszi, jó volt, itt jövök máskor is, bye. Köszi, Vazsó, hogy betért és lájkot, meg mindent is. Köszi. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Na gyertek! Gözi, várlak máskor is, testrészem. Na, ide is kék keycard kell. Na, hogy normális fegyvert keressünk, ez jó lesz. Na, itt jöttem föl, nem? Azaz. Lift van itt. Nem. Na, mi fog itt lejönni a lifte? Öcsém, hát az Eiffel toronyba visz föl, hova fasz? Az anyámot nézzük, piros szőnyeg, engem vártak. Tökre engem vártak itt. Paszki, ja, de ott a kék kelykárdom, semmi baj, hülye vagyok. Putyú! Jézusom! Jó, itt van egy lift, ami lent van valahol. Isten, mennyi játékot. Nem tudom, mi volt ez a hang, valami volt. Windows biztonság, azt mondja. A másik gépen. Kurványát. Szeméttelep, várjátok oda valahogy elnyomunk életet, azaz. Aha. Menjünk be a kék kékkárdos helyekre. Visszamegyünk. Az nincs semmivel lőszarom. Mi az Isten, mivel lőjek? Hát ez baj, amúgy. Ötös, négyes, hatos, hetes, nyolcas. Oho! Gyere barátom! Kap be a banánom! Ha és ha nem tetszik a rendszer, akkor kap be még egyszer, oké? Okay? Kék-kék-kár, nézzük meg! Ja, hogy ez volt az ajtó, hogy ez ilyen shortcut. Mi a fasz? Atta kurva, mi volt? De összeszartam magam. Amiről odaér a rakéta geci, addigra irányt vált. Hogy pislog ránk a csaj? Azaz. Ja, hogy ezek a faszok robbantak bele a pofába, értem én. Értem én. Akkor ez ilyen shortcut volt, csak ez a kék kártyás tudsz, akkor a lifttel kell fölmenni valahol. Van jetpackünk amúgy? Nincs. Nagyon jó. És itt mi van itt a lyukba? Hogy szopnál ki, bazd meg? Na gyertek!
Viszont összeszartam magam. Ah, itt volt egy baszógép és 14 HP-ről leszapott. Istenem. Tiszta fölöslegesen jöttem ide. Azt hittem, hogy le tudok hívni egy liftet vagy valami. Na mindegy. Ezt beszoptam, angolosan mondva. Na most, hogyha itt nincsen jetpackem. Hát jó, ilyen messzirű hiába lövöldözök én rakétákkal. Hogy a faszomba? Devastator. Hogy a faszomba melyek át oda? Mi a kis pisztolya szétlöm őket amúgy. Kipitoj! De most tényleg, srácok, most itt hogy a faszomba még átjön oda? Kéne jetpack. Kéne jetpack. Végignyomkáljuk itt a falakat, lehet, hogy itt van valami be... geci, mennyi élet van ott. Hú, át tudok ilyen ugrani? Jerry! Megvan! Úristen, feláldoztam mindenemet. Mindenemet beletettem ebbe a ugrásba, csak mondom. Buli! Na és innen tovább. Merre szopkodjam ki? Hát ez problémának hívják innen ugrani. Mi történik? Itt volt fent egy isznyó. Szia, Huci! Ez az! Jézus úristen! Baszkiet, mennyien vannak? Szia, Hucim! Hol a stream? Hol a stream? Úristen, a legjobb pép 22-23-as évben. Mi ez, amit most csináltál? Látom, kire kéne lőni. De most ezt hiába fogyasztom, nem tudok oda menni, bazd meg. Jézus! Ajjajjaj. Át tudok oda ugrani? Hát ez most megint kérdéses lesz. Oké, baszhatom. Nem vettem föl a Night Vision-t. Valahol kéne lenni a jetpacknek szerintem. Hoppá! Titkos fal, de nem jetpack van itt, ez baj. Most valamit én itt beagróztam itt épületbe, mert ugye... itt ki tudja mennyi enemy jött. Még ott van fent egy faszjancsi. Ezt a faszjancsival mit kezdjek? Kéne a térkép nekem. Na most ebből a térképből mondjatok nekem valami vasszizdaszt. Porszív, oda nézd, milyen koponya van ott. Úristen, de csúnya. Nincs itt valahol egy jetpack, jetpack, jetpack kell nekem. Oda nézd, milyen kés van. Ugye itt van a vörös szőnyeges liftecske. Itt van a shortcut. És így konkrétan ennyi. Most itt mi a fasz kezdjek magammal? Ez érdekes, megnézem fönt, lehet, hogy beagrózódott valami és kinyit. Úristen, itt a kávém, elfárkéztem. Nagyon ilyen alapzele van. Lehet, hogy... tényleg, hogyha lenne jetpackem, felszállok magamnak és... úgy elszállok, mint a pecske.
Ó, geci, látom, mi van. Várjál. Itt már előbb át tudtam ugrani. Álljál le! Engem te elő, lolodózzé! Jaa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 
Találd be! Be tudok ugrani itt ablakon? Na mi a szar van? Hát én nem tudom, gyúk, hogy mi a szar van, de úgy néz ki, hogy be tudok ugrani ablakon. Aha! Aha! Hö! Úristen, úristen, mi ez a 200 IQ? Kapták? Tessék, mondtál valamit? Kurva jó vagyok! Kurva jó vagyok! Remélem lesz egy tükör, hogy belenézhessek, hogy picit így ápoljam itt a önérzetemet, hogy milyen szexuális vagyok. Úgyhogy kell egy tükör. Hú, valaki nagyon nyöszörög, ott vannak a csöcsös nénik a naptárod. Egy hologram gyúk. Nincs semmi más. Nincs semmi másom. Ja, így be tudjuk tölteni a HP-t, igen, ezt elfelejtettem. Oké. Kis pajzs, nagyon jó. Ott a red card. Oda néz, hogy figyelnek. Hogy várnak rám. Mi van? Szembe jött egy rakéta. Sálalálala. Na gyertek! Itt a jetpack! Itt a jetpack! Jelentem, hogy a jetpack megvan. Ho, az a nyámot mennyi lőszer. Add ide papának. Maga az egoizmus. Amúgy igen. Gyúk nagyon szerette magát. Jézusom! Anyám! Anyám! Valamit nem mond magyarul ez a pöcs. Hallod, álljál már meg! Kilométerek vannak a lábában emberünknek. Kilométerek, geci. Na, megkapcsoljuk a jetpacket gyönyörűen, átszállunk ide, a fecske. Kurva jó vagyok! Húhú! Úgy elszállok, mint a pecske, angyalom a ragyogón. Kurva anyád. Veled telefon... Na. Mocskos disznyaj. És hogy annyi pöcsfej előjött, nézd meg. Kijöttek a jány orjukából. Na, mivel most van jetpackem, ezért olyan helyekre is be lehetne menni, ahol eddig nem voltam, de hol nem voltam. Piros kártya, azok piros ajtót nem is találtam még ezen a térkében. Hol van piros ajtó egyáltalán? Kell, hogy várj, piros ajtó, mert nem tudom. Na, ez baj. Hova a halálba kell menni amúgy? Hát de nem tudom, hol van a piros ajtó. Piros ajtó? Itt van a itató. Majd leestem. Ha ez kellett. Az most hogy került ide ez a köcsök? Néha nem értem, honnan jönnek el. Amúgy ez nem is olyan nagy pálya, ez csak ilyen össze-vissza van minden. Nincs itt valami repedés a falon, vagy valami, és mindig nyavajog. Van valahol valami titkos út, ahol, amit nem látok. Hő!
Na gyertek! Jézus úristen! A kurva, teli meg! Nem, basz meg! Telibe nyomta rám. Nem használok TikTokot, de aki eredetileg szinkronizált a gyúk hangját, az fent van. Igen? Na, az nagyon szexuális. Hát... Lehet, hogy az a baj, hogy én sem használok TikTokot amúgy. Oda nézett, hogy nem voltam fent. Egyszer próbálkoztam, hogy TikTok használtam a srácok még a streamer karrierem elején. Ugye megpróbálkoztam, és ott, akkor még a srácok nagyon sok klipet gyártottak róla, úgyhogy tényleg rengeteg klip volt akkoriban. És hát megpróbálkoztam abbal, ez kellett, hogy minden egyes klippemet feltöltöttem TikTokra. Hát nézzék, ott is ha emberek, akkor látom, hogy jönnek ide és Twitch-re. Aha. Na, hát ilyen talán másfél napig voltam fönn TikTokon. Úgy kibannoltak onnan, mint a szar. Úgyhogy elég gyorsan befejeztem a TikTokos pályafutásom. Hát valószínűleg a káromkodások véget betyár. Szerintem sokan reportultak, ott az ilyen menő dolog, ha úgy hallottam, hogyha reportulják a embereket. De azért azt fönt lehet, hogy egy nő mesztelenül fönt van meg, hogyha éppen valakit szopnak meg ilyenek, azok simán fönt lehetnek TikTokon, de hogy a káromkodok geci, az nem lehet fönt. Szia, holikám! Hello, szia! Bazd meg a pálmát lövöm. Nem találom, hogy merre menjek, és ez nem véletlen. Nagy gyertek! De geci, honnan az anyám pöcsiből teleportálódnak elő ezek a köcsögök? Kapta... Jézus! Nagy gyertek! Oké, mindenkit széttérdeltem. És valahogy sose a 6 millió követős bannolják, érdekes ez. Hát igen. Azért, mert az lehet hozzá a pénzt, tudod? Csinál élőket, meg minden, meg ugye most már lehet live-olni is, úgy tudom. TikTokon, és ott küldöd a rózsát, meg a izét, meg a bugyit, meg a faszom tudja micsodát, és akkor abból pénze van a TikToknak is, úgyhogy azokat nehezebben bannolják. Ugyanígy voltak Twitch-en a medence streamerekkel. Mert ugye a játék kliensből mi a fasz lett, mindenki elkezdett medencébe streamelni, mutatni a csecseket, meg ilyenek. Meg lett a nagy nézettség, küldték nekik a millió pénzeket, meg minden szar, és inkább csináltunk nekik egy külön kategóriát Twitch-en. Mert akkor ez így jó lesz. Na jó, most totál meg vagyok lőve, srácok. Hol a faszomba kell bedugnom a piros kártyámat, he? Sehol nem találok lyukat, ahol bedughatom. Sehol nincsen lyuk, csak mondom. És itt felszállok. Úgy felszállok, mint a fecske. Sa-la-la-la-la-la-la-la. Mindjárt lejár a jetpackem, úgyhogy basszhatom itt a szádigállást. Na jó, de most ez már totál nem vicces megint. Miért kell minden játék, minden részben, a Duke Nukemban, meg a Doomba is, meg mindenben szoptom a fasz, hogy nem találom, hogy merre kell venni most komolyan? Gondolod? Hát biztos valaki megmondja, hogy miket lehet, meg mi nem. Csak a Twitch az nem olyan platformnak készült, hogy a csöcsös lányok mutogassák a becses dolgaikat, amik vannak. Mert arra ott van a OnlyFans. Az anyám ott nem... Geci, hát itt... Baszd meg. Semmi baj, titkos bárpult. Érted? Ott, és oda kell a piros kártya. Milyen fura. Semmi gond, megvan. Tekint, mert azt esélyszem. Titkos bárpult mögött még titkos ajtó. Hol van? Mit mondtál? Hol van? Na mindegy, akkor mi? És most mit nyitottam ki? Oho! Aha! Teleport! Oda nézzél!
És milyen fura vége a játéknak, geci. Nyukem. Látok, srácok, és ez a egész szekvenciának a vége? Innentől vége a játék? L.A. Balhé. Teljesítve. Tettere. Hát nem volt ez egy nagy map, csak hát el volt szúrva ez a piros kártya. Kérem a következőt. Akkor még nem. Baszd meg, az idegenek másodjára lőtték le a gépemet. Nem volt elég a leckéből. Oké, ez aztán a legnagyobb játékkezdés. Ha ez kellett. Mi az anyám történik itt? Mi a fasz? Jó, azért álljunk le, hello! Nyugodjunk le egy pillanatra, bazd meg! Nagypapa vár rátok! Azért a DM maga idejében nehéz játéknak számított. Ki tudja, hogy mennyi... Én ezt most úgy értelmezem, hogy amikor én játszottam vele, én ilyen 8-9 éves voltam, azt hiszem. Vagy 10, nem is tudom. Fiatal voltam, nagyon fiatal, és akkor nehéz volt nekem is a játék, de azért most annyira nem nehéz. Szerintem. Van titkos út, ezt ne felejtsük el, kék kártya. Hallott, kaparó sors, ilyen kapartam le, hát ha nem kell jövő héten menni melózni, mert 50 millió forint, 125k euró az anyámot. Hát akkor én sem mennék bedolgozni, bazd meg, oda szarnék igazgató, azt talál egy jó nagyot. 5 eurót nyertem, és akkor elkezdi a kolléga párja, hogyha nem nyerne 50 millió forintot, nálunk fektetné be eurós szerződésbe, de sajnos nem nyert, erre elkezdtem. Látod, ezért kell a megtakarítás kötni, hogy legyen 50 milliót. Hát, munkai ártalom, Olika, munkai ártalom ez már. Szerintem odaadtam a jattot a csöcsös csajoknak 9 évesen is, csak akkor nem tudtam még, hogy az mit jelent. Szerintem. Ez valami Lunar Apocalypse Starting Staring Duke Nukem. Ez valami filmkészítős cuclibusz, nem? Úgy nézem. Ez az! Az mi az anyám? Ja, az a helikopter. Elsüllyedve. Aha. Ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta-ta! Adrenalin nem kell nékem, de ott... Ide ezekben nem tudok bejönni. A Dead Island trailerben? Nem tudom, mert nincs előttem az a trailer, úgyhogy ezt nem tudom neked megmondani. Gyerekkoromban úgy beszálltam ezektől a piros világító szemektől, mint annak a rendje. Haló, jó napot kívánok! Senki nem akar beszélgetni, hogy nálunk van a kék kártya. Mikor vettem föl? Nem sem emlékszek. Na várj, és hova? Aha, ide. Halljál már ki! Bazd meg. Az mi a... Ja, hogy az... Ah, oh, geci, az a izé. Az a kamera. Ezek most kintről jöttek be? Honnan az anyámból jöttetek már megint elő? Bám! Bám! Pont ugyanúgy néz ki, mint egy lesovágyalügy. Hát igen, ember ugye abba hagyja a tornázást, akkor itt gyorsan itt le lehet épülni egy-kettő, én már csak tudom. Az anyám úgy kirúg... Jézus! Várj meg! Ezek a szar éljenek már megint. Így van, pont mint aputest. Azért még aputest? Na. Alakul a dolog, de még azért nem aputest.
Kis pisztolyban van lőszer, úgyhogy most azt kéne erőtetni. Vagy dobunk egy granátot, hogy szopkod ki a... Kapták? 200. Úristen! Ki ez a srác? Oké, okay, sárga kártya. Buli! Itt van egy láb, buli. Így, itt volt a holdra szállás, oda nézzé. Kamera forog! Egy és kettő is mehet a buli. Mi a faszom ez a lyuk? Ja, amúgy pont kitakarom a életet, miért nem szóltak rám amúgy, hogy kitakarom a életet, bazd meg. Na most már szexuálisabb. Elett. Hoppa, hoppa, hoppa! Csöndet a terembe, mert fölvétel forog. Azt mondja. Nem Zoli, valójában olyan testű, mint gyúk, csak nem látszik, mert ugye torzít a kamera, így van pontosan. Tényleg, ha valaki örök életében nem ett, srácok, az a izmosnak lenni egy másfél év alatt ezt el lehet érni ilyen, hogy izmos legyél. De azt megtartani, hogyha valaki nem tornázik, akkor ez el is tűnik. Főleg az, hogyha aztán nem tartod be a kaját, meg ilyeneket. Nagypapa, vár rátok! Ide piros kártya kell, van egy sárga kártya. Hova az anyámba kell a sárga? Sárga kártya. Ja, ide. Hova megyünk? Stage 17A. Forgathatnának valami pornófilmet, ezt megnézném. Ez folyamatosan egy űrlófasz van forgatva. Nagypapa, vár rátok! Ah, ott a piros. Ott a piros! Hol a piros? Geci, azt hittem üveg. És kiestem a földgömbbe. Erről beszélek, Zoli, erről beszélek. Azonnal föl tud jönni. Mert hogyha valaki aktívan sportol évekig, hozzászokik a szervezet, és hogyha egyszer csak ilyen lomha állapotba kezd, hogy valamit abba hagy, azon nyomban rájön a szervezet, hogy itt hoppá, itt valami problémák vannak. Valami megváltozott. Ta-ta-ta-ta! Na hát az amúgy mindegy, hogy hány hónap, mert hogyha valaki abba hagyja, akkor az lemegy, érted? Szóval, hogyha valaki abba hagyja, akkor az abba hagyja lehet, hogy egy év, két év, három év, mert mit tudom én, cserélt munkahelyet, elkezdett streamelni, munkahelyen problémái vannak, stb. Stb. Elég egy sérülés, így ahogy Zoli mondja, így van pontosan. Itt bármilyen okok. És aztán rájön, hogy ez alatt a két év alatt, amíg széttornázta magát, elbaszott 100 millió évet a idejéből, és egyáltalán nem azt mondom, hogy ne tornázzatok, mert még én is fogok, 1000 millió százalék, hogy fogok. Csak én is rájöttem, hogy elbasztam 100 millió évet a életemből, 100 millió eurót elbasztam mindenféle fehérére, meg szarokra, és társaira, úgyhogy... De, és ezt ahogy így elmondtam, egyszer ugyanezt fogom csinálni, úgyhogy amikor már rájövök, hogy dagadt vagyok, akkor neki megyünk újra. Hát én azért heti háromszor jártam, igen. Buli! Buli! Valamit kinyitottunk, de mit? Jézus Úr Isten! Ez baj. Látszik azért, mert nem 100 kiló streamer vagy. Köszi. Az a baj, hogy én ilyen derékhízós vagyok. És hogyha jönnek a kilók, akkor azon nyomba
a hasam körül alakulnak ki a szép párnácskák. Kapta hat. A szex is heti háromszor alapvető, nem? Hát, hogyha van partner, akkor a szex az heti hétszer alapvető, szerintem. Nem háromszor. Minimum biztos. Figyelj, bedugni bármikor be lehet, érted? Sózzunk oda! Nem kell ahhoz kedv, meg ilyesmi. Az ott valami titkos fal van. Simán filmnézés közben, vagy valami. Hogy oda beugrok, csak mondom, hogy titkos falat kivétem felfedezni, mert bement a rakéta. Hő! Hol van? Hoppá! Hoppá, hogy besusszantam. Mi? Hova csusszantam be, tudja? Nem ide. Heti 35 óra szex. Ja, ezt most beszoroztad 5 órát naponta? The Rivello! Szépen köszi a követést, közi. Hazd meg magad, te is, köcsög! Azért 5 órát nem szexelünk. Szerintem. Azért ez elég kimerítő. Mert akkor fel kell csapnod a Kama Sutra könyvet és megnézni minden poszt. Ilyen... A egyik lábujjamat bedugom a szádba típus pózokat, meg minden szar. Az egy dolog, hogy a csaj el van, és te... A férfiak nem így működnek. Na várjon, soha kell menni? Na megint ez a kérdés, hova kell bennem, bazd meg? Úgy itt megnyitottam valamit, de még nem tudom, hogy mit. Van az a mondás, srácok, ami a egyik legnagyobb igaz mondás a világon, hogyha a fasz feláll, akkor a ész megáll. És ezt gyúknokomozás közben beszélem. Már megint itt tartunk! Azt csinálsz, amit akarsz, betyár! Hol a pék faszába van itt? Hova kell mennem már megint? Jó, itt már 180-szor benéztem ebbe a lyukba. Hol van? Nem tudom, hol van. Ha valahol. Itt találtuk meg egyik kártyát, másik kártyát. Ott kinyitottam valami ajtót. De azt, hogy mit nyitottam ki? Ezért itt a kérdés, hogy mit nyitottam ki? A volt törölve lesz mindenképpen, srácok, a Mafia stream véget, úgyhogy az sajnos törölve lesz, úgyhogy dolgos lesz. Most halál komoly, geci, hogy itt volt lent ez a szar. Nem hiszem el. Nagypapa vár rátok! Ez mi? Itt mi a fasz történt? Bazd meg. Csirkefarát, szevasz! Heti 7-szer szex a mennyiség, nem minőség. Ezzel az erővel mind a férfi, mind a nő menjen el pornószínésznek. Ott aztán lehet csinálni orvérzésig, de én boomer vagyok. Nem tudom, szerintem mindenki máshogy van összerakva. Most nem fogom elmondani itt ezeket a dolgokat, hogy én mit szeretek, meg mit nem, meg minden ilyesmi, srácok. De hogyha mellettem fekszik egy nő, az lehet bármilyen nap, bármilyen óra, akár hajnali 3-kor is például. Én nem bírom megállni, és... Érted, szóval... Na. Vannak fura emberek. Én is hallottam ilyet a kollégáktól, hogy vannak olyan emberek, akik...
paplan alatt nyomják például már 20 éve házatok is, és paplan alatt nyomják, úgyhogy van. Ezekben a dolgokban rengeteg különbség van így emberek és emberek között, mint ahogy a való életben is mindenfajta ilyen dologban. Tiszta Rambónak érezted magad, az a legjobb, amikor már mindketten izzadtok, és már vége van, érted, már konkrétan rosszul vagy ájulást keringed, de azért még mindig kell nyomni. Úristen, milyen témák mennek itt? Holi, te ezeket a témákat szereted, nem? Ezek a legjobbak. Hát ő elvileg azt élvezni kell. Mármint most mit? De ahogy előadt a Zoli, mintha matek dolga lenne. Mondom, lehet, hogy én vagyok fura ebben, vagy nem tudom. De mondom, most nem fogok ilyen dolgokat kiteregetni nektek természetesen. De szerintem az, hogyha egy jó nő fekszik mellettetek, vagy valami, és hogyha ott bedurrannak a dolgok, srácok, ott nem lehet ellenállni. Ott lehet bármilyen nap, ott lehet hétfőket, szerdától vasárnapig, lehet bármilyen idő. Ottan. Jó, persze a másik félnek is kell, hogy kedve legyen hozzá, az persze, az természetes. De... nem tudom. Nagypapa vár rátok! Témázgatása megint megvannak. Már most mire gondolsz, a 56 perces köridőnek? Nem vagy egyedül vele? Számolgatod. Ez az. Tudom, én időben nem számoltam. Nagypapa vár rátok. Ez az. Ja, csak most értél vissza, Olikám? Hát elbasztad. Itt nagy dolgok történtek. Én mindig úgy gondolok erre a dologra, srácok, hogy soha nem vagyok önző. Lehet, én vagyok boomer, hogy ugye előbb írták, de én mindig kurva szar erről beszélni amúgy. Oda néz a vizakártya, vagy mi az. De az a jó, amikor mind a ketten élvezik a dolgot. Érted, mit akarok mondani. Az, hogy csak egyik fél élvezi, az soha kurvára. Legalábbis nekem kurvára nem jó. Én akkor szomorú vagyok, ha történik ilyet. Na gyertek! Mi a főszállunk itt a bátróra, várjál, itt csinálunk majdnak itt izét, helyet, hogy fölférjünk. Azaz. Ezt is szétkúrjuk. Ha én nézzük ezeket a ciszis néniket, biztos van itt valami. Nincs. Hú, itt volt valami ajtó, nem? Na gyertek! Gondolom, itt le fog kellene menni, de át fog kúrni az a metró. Buli! Buli! Na gyertek! De kell kék kártya. Várj, megpróbálunk lemenni.
Jézus! Oké, akkor most megyünk le. Ez mi? Meg fogunk dögleni. Igen, mondom. Úristen! Az a baj, nem találom itt. Valahol itt kéne lenni, és valamelyik kitalálni a kékkártyát. Jó, nézzük meg ezt a utat még errefelé. Ajtó, 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 ajtó. Ott is volt egy ajtó. És valami kártyás ajtó volt. Visszatértünk így állomásra. Ez is itt minden pornóban az meg ebben a játékban. Minden is. Ez kellett. Igen, ezt láttam. Itt voltam. Ott mi van fönt? Ott van valami fönt, valami piros, nézd meg. Aha! Oké, okay, megvan. Megi van. Jó, te is most egy futás. Futi. Van jetpack-em még, szerintetek? Azaz. Véletlenül leraktam. Véletlenül leraktam a hologramot, itt volt a kék kártya. Piros, és a kék kártya az valahol itt a út közben volt, nem? Várjátok, megvárjuk, amíg elmegy a metró. Asta! Oké! Szerencse! Kinyitottuk a állomást. Ez az! Ez kellett! Ez az. Bazd meg a... Mikor láttatok olyan metró állomásban, az meg amikor mindenhol a pornófilmeket reklámozták, érted? Attack of the Bleached Blonde Biker Bimbos. Képzeld, a héten megint sikerült 2007-esíteni, szóval a fizó megint biztosítva. Ez az. Ügyes vagy, Holly. Gratulálok, így tovább. Megint fogod kapni itt a nagy prémiumokat. Év végén. Jézus úr is! Mi a fasz? Értem én. Viszlát a pokolban! Viszlát a pokolban! Ott van egy, ott van egy ajtó. Kinyírtam mindenkit? Faszt! Jaj, geci, itt van ez a nagy fasz! Hol vagy? Pass meg, ne! Geci, leszopott. Jó, ezt teljesen elkúrtam. Oh, meghalt a utolsó, tényleg meghalt, kis köcsök. Egy szerződés átcsúszott előző hónapról, meg kettőt ugye kötöttem, és már csak ezzel kézzel biztosítva, de ugye bónus, hát többé még rájön, ez még további 200. Na! Az nagyon szexuális. Én csak álmomba fogok ennyit keresni, holikám, úgyhogy nyomassad. Aha! Itt volt ilyen titkos.
Jó, megtaláltuk a piros kártyát. Ami... Várjál. Az erre volt jobbra, nem? Ha jól tudom. Ajtó. Nem biztos. Vagy nem? Megyünk utána. Megyünk utána. Ó, ott van egy. Ho-ho-ho! Titkos fa lesz. Jó? Ezek itt gyönyörűen elmennek, aztán mindjárt tovább. Gyere testvérem, gyere, te is, azaz. Ott van. Hol volt itt a piros ajtó? Piros ajtó, piros ajtó, piros ajtó, piros ajtó. Hát itt volt a előgenya. Hol a faszomban van? Az valahogy itt volt szembe pedig. A bal... Ah, itt van. Anyád! Arcomba egy rakétát. Oda néz, hogy pucsít nekünk ott a nőlen. Halljál már ki! Úristen! Ez összeszartam magam, semmi baj. Nagypapa vár rátok! Ez mi a fesz? Sugorító aktiválva. A francba. Azt a kurva mennyi ilyen polipasszit ki ebből. Jó. Ott, ott a titkos. Titkos repedés. Titkos lyukak Zolinál. Gondolom le kell menni a víz alá, még azt mindjárt nézzük. Ó, hogy itt is megy a metró. Azt mondja, hogy elbaszadtam magam, hülye vagy? Hát nem akarnál belemenni a vízbe. Titkos lyukak vannak nálam, azaz. Te is mindig csak ezt hallott ki, Holivé. Na gyertek! És itt a vége! Fuss el, véle! A hideg kávé meg itt van. Kérem a következőt! Add ide! Add ide a didit! Az anyád úristedit! Ez itt nagyon ég valami. Semmibe sincsen történje. Ez az! Ez úristen mennyi van itt megint! Szétkúrva a kukának ebben mindig. Ez meg Alien. Kis pisztolyban van 200 gólyom, ezt kellene erőtetni. Hát, hogy sokáig tart, de nem baj. Csak a lényeget szűrni ki a fülem. Van ilyen filter a füleden, nem? Sex filter. Pervers filter van a Holly fülén. Látlak, bazd meg, azaz kapta. Kreatívan nyitott. Ez van a Badoon is fölírva neked, nem? Holikám. Érdeklődési kör. És érdeklődési nem, férfiak.
kreatív vagy nyitott vagyok. Kapható vagyok bármire. Egy éjszakás kalandok. Tartsák távol magukat tőlem. Olyat én nem csinálok. Huhú! Baj van. Baszd meg, szendvicsbe kerültem. Viszket a szemöldököm. Az mit jelent? Mit jelent az, hogy a viszket a szemöldököm, srácok? Biztos van valami jelentése. Húsos szendvics, az anyámot. Hú, de viszket. Kéne vakarni. Titkos fal! Na hát ilyen titkos, az anyám, hogy megy a pornó, ezért rá van, hogy nézd meg. Tessék, Zoli! Jól hallottam? Buli! Jól hallottam ezt a ajánlást, te kis radiátor. Nem mosta meg rendesen, mint azaz. Baszki, véletlenül szétlőttem itt a nagy pornográfokat. Genya. Na jó, most megvakarom. A jobb szemöldököm a tettes. Titkos, szemcsi. Hoppá, jó napot kívánok, úristen. Ja, hogy ez? Geci, hát azt hittem, hogy ez egy izé. Oda nyomja, hogy nyomja. Oda nyomja, hogy nyomja. Ezt megmondtam. Megzavarodtam. Kisuttog. Ja, hogy te nyomod itt a szakindeket. Jó van akkor. Kurva jó vagyok! Pontosan az. Nincs nálam semmilyen kártya. Most hova az anyába kell vennem? Jó, itt megy a pornográfia, itt megtaláltuk itt a titkos utat. De hova tovább? Nagypapa, te 90 éves vagy, és még mindig zabálnak a nők. Miért van ez? Kérdi a kisunoka. Nem tudom, felelte a papa, és megnyalta a jobb szemöldökét. Na várja. Stop! Most, hogyha a nagypapa elmegy randizni, akkor nem úgy mutatkozik be a CIA, én vagyok az Béla. Béla bá. Hanem ezt csinálja, hogy a víz alatt? Köszi csirke farhát, köszi. Mindjárt vagyunk a víz alá. Pinny alatt? Vagy megpróbálunk ide visszaugrani, mert itt találtam itt ilyen dolgokat. Hát ne lújjé már! Most meg a orrom belsejje viszket, azt is vakarjam meg? Geci, hát azt nem az. Ilyen viszketési kényszer van rajtam ilyenkor. Mindenem elkezd viszketni. Azt a életet föl kéne szippantani magunkba, azaz. Nagyon jó, megint leestem. No, ne. Kék kártya, az access, az ma megvan. Na, né, tessék, jó napot, valaki szólt valamit? Au, azért csak rám robbant ez a pöcs.
akarom nézni ezt a Google-t, ez ilyen fura nekem, ez a térkép. Nem lehet, hogy csinál semmit. Térkép? Tábla. Hé! Tik! Majdnem az volt írva, hogy TikTok, bazd meg. Valamit tudtak ezek gyúknuk még. Hát erre is van cucc, oda nézzé. Új terület. Buli! Életecske. Az az. Úgy megijedtem. Jó. Ne lőjé. Kilő. Az a pöcs. Na. Itt hogy megvan, ez micsoda ajtó? Az ajtó, bazd meg. Ja, hogy, aha. Oksika. Itt van egy sárga acesz. Jézus úristen, te hogy kerültél ide, bazd meg. Imádom ezeket a... Égből pottyant szörnyecskék. Na, oda néz, TikTok. Jó, akkor a víz alá kéne menni, nem? Víz alá... Meg kell találnunk a sárga kártyát még. Nem erre. Kaptunk egy nagy EU-s támogatást. De itt hova? De erre? De erre? Nem erről jöttem? De... Vagy... Ó, geci, ide meg... Ó! Hogy ide kell egy piros kártya, oké. Okay. Jó, akkor tudok egy piros ajtót és meg egy sárga ajtót és nincs egy kártyám se. Ez a legszexuálisabb dolog, ami létrejött amúgy. Hol hagytam el a kártyát? Itt titkos kártya valahol a bárba. Ajtó valami. Oké, okay, találtam egy titkos szart. Csak nem a kártyát, az a baj. Kolyan nem vettem fel sehol egy kártyát. Ez mi a fasz? És itt a tűzolsó... Hol van? Azt hittem kinyílik eleje. Valami kinyílik itt, tuti. Hol van? Tuti, hogy a tűzoltóba rakták. Tuti, akkor a szemetek. Nem hiszem el, hogy nem fogták meg ezt a poént, hogy ebben lesz a kártya. Á, megvan! Titkos fal. Bassza Isten, úgy legyen. Haladja a másikat. Kétszáz töltényem van, úristen! Szakítsd el! Kapta? Na gyertek! Repöge? Au! Álljál le! Álljál le, pöcsöm! Kapta a sorozatot. Ott a sárga kártya, ott a jó, hogy ide... de én ezt a ablakot nem láttam minden. Eskü. Kis új esküt teszek, hogy nem láttam minden ezt a ablakot. Az a nyámot. Na ez király volt, ez tetszett. Geci, és tényleg ott ablak. Ha vak vagyok, mint a izé.
ezt nem tudom befejezni ezt a mondatot, kérek elnézést. Izét helyettesítik, és helyettesítsétek a valami az. Jel a piros kártya, és megyünk a víz alá. Mit csináltok ti ott bent ketten, hello? Mennek a nagy szexualizálások, mi? Itt a kártya. Hú, itt a kártya. Mennyi ajtó van itt? Aha. Buli! Nagyon jó, teleportált ide nekem ilyen kis izé, hülye robotok. Ment bent az egzés, keményen nyomtál bent a srácok. A producer is nyomta a nézé. Állj meg ott! Kurva jó vagyok! Mi a fasz? Ma jöttem bele, baszd meg! Oda. Mit akarsz sózni? Úristen! Ha mindent is nyomok. Szavaszko érsza, háj! I'm not speaking English, sorry. Na gyertek! Hoppá, titkos fal megint. Hello, hello, jó napot kívánok, sziasztok! Itt a szexuális felvidéki streamer, hello, szia! Na, megvan a piros kártya, ne húzzuk itt időt. Zúzzunk a csába. A víz alá. A víz alatt. A víz alatt. A retkes víz alatt. La. És tényleg ott a ablak, geci, hát nem vettem észre, pedig itt ugrálgattam, mint valami idióta. Ha ezt én látom előre. Hol van itt a víz? Ég a seggem! Ég a picsa! Hol van itt a kijárat, genya? Hát nem hiszem el. Hát ő elmentem mellette százszor. Hülye vagyok. Ah, megvan, megvan! Ott is van. Azt a... Halál, komoly! Baszki! Bassza meg! De ezt hogy oldjam meg? Hogy oldjam meg ezt, hogy jó legyen? Bada meg! Nincs! Az Isten bassza meg! Azt mondja, 99 ammó van benne! Átváltott magától, bazd. Jó, ez így nem jött, totális a szét kúr. Seg! Jó, ezt most hogyan öljük meg, srácok? Ez így érdekes. Három HP van. Kinyitottam a háta mögött ajtót. Kicsinyítővel? Meghalt. Három HP. Easy. Nagypapa vár rátok. Hú, de meg fogom szopni, bazd meg. Hú, ez már kellett. Hát bizony.
Biza? Elszédültem. 16 perc! Átlagos idő 2 perc, de jó. Tere. Azon gondolkodám, hogy igyak-e még egy kávét, srácok, mit szóltak hozzá? Rejtve maradt TikTok. Iszunk egy kávét? Igyá. Az a baj, hogy el fog kezdődni a küldetés. Na, és most tudjátok, mi fog következni? Leállítom a felvételt, mert csinálunk még egyet. Hogy minél többet tudjak feltölteni YouTube-ra, hogy később tudjak menni aludni. Igen. Ha visszajövök, akkor tudjátok, mi a feladatotok, srácok? Meg kell mondani, hogy felvételt indíjál be. Mert elfelejtem. Oké? Okay? Na mindjárt jövök. Csinálunk egy kafét. Ti is ígyatok valami szexuális italt, ami felpesdíti a véretek. Elindítom a küldit azért. Nyomás! Nyomás! A Pokol Hotel, vagy mi? Az Pokol Hotel. Pokoli szomszédok, neighbors from hell. Geci, az milyen jó lenne ez izére. Retro hónapra. Keresse ki nekem valaki, hogy mikor jön Pokoli szomszédok 1-es. Hát beszarsz, behúgyozol, kíváncsi vagyok. Na, felvétel, állítás, mindjárt jövök.